Vármegyéről vármegyére. Békés. Nagy Tatársánc orosháza. Pusztaföldvár, Csúcsdülő, Kardoskút, Árpádsor. Ha orosházától délkelet felé indul az ember, már az ősi területnevek láttán is érezheti, hogy szakrális tájon jár. Az Alföldön korábban élt őskori kultúráknak alig maradtak fent épített emlékeik. Ezért róluk a föld alatt megtalált tárgyaik beszélnek. Ezekből az egykor több méter magas falakkal és mély árkokkal övezett településekből mára csak egyetlen szabad szemmel is látható maradt fenn a Nagy Tatársánc. Az ősmaros mellékágán félkörívben húzódó, kettős vizes árokkal kiegészített, hatalmas kapukon megközelíthető földvárat a Krisztus előtti 8.-5. században építették. Egykori hossza 3050 méter, átmérője 1800 méter volt, mely egy 80-100 hektáros területet kerített körül. A sánc 5 méter magasan lehetett és a külső vizes árok fölött, így a falakat eredményesen tudták védeni. A sáncot építői valószínűleg csak 2 évszázadig használták. A Nagy Tatársánc nem csak régészeti értéke miatt fontos, hanem a sánc testen megőrződött, jégkor végi ősgyep maradvány miatt is. Az ősgyepet dr. Kis István főiskolai tanár, a Szegedi Tanárképző Főiskola növénytani tanszékének vezetője fedezte fel 1930-ban. És az ő nevéhez fűződik a terület védetté nyilvánítása is, mely ma a Kőrös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozik. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.